Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket a Visegrádi Szent György lovagrend nevében. A Szent György lovagrendet 1326-ban alapította Károly Róbert magyar királyi Visegrádon, és ez volt a legelső királyalapítású lovagrend. A lovagrend a középkor során működik, majd 1990-ben szerveződik újjá ismét hazánkba. Jelenleg 100 tagja van, akik három csoportba, három tagozatba tevékenykednek. Ezek a tudományos, a karitatív és a hagyományőrző katonai tagozat. Önök most a harmadik, a katonai hagyományőrző tagozat bemutatóját láthatják. Kedves vendégeknek azt szeretném még elmondani, hogy ettől az évtől kezdve garantált programként működik ez a lovagi torna program is, hiszen amit a sajtótájékoztatón még nem mondtunk el, egy olyan állandó heti programmal jelentkezünk most már a szállodáknál, illetve a visegrádi vendégeknél, amely minden napra garantált programot biztosít. A Mahart részéről elmondták, hogy van sétahajó program, nem csak a Mahart csinál, hanem egy visegrádi vállalkozó is csinál ilyen programokat, illetve lovagi torna programon is szerdán és szombaton fél egykor részt lehet venni. Köszönjük szépen! Уважаемые гости, дамы и господа, сердечно приветствуем вас от имени Вишеградского ордена Святого Георгия. В 1326 году венгерский король Карл Роберт основал рыцарский орден Святого Георгия, в который входило 50 рыцарей. С 1990 года орден возобновил свою деятельность и сейчас насчитывает 100 рыцарей. Они содействуют в трех сферах. В науке, благотворительности и в сохранении рыцарских традиций. Вы сейчас увидите рыцарский турнир. És akkor most holland barátainknak hollandul is felolvasnánk ezt, bár hollandul nem beszélek, de azért megkíséreljük. Dames en heren, we begroeten u hartelijk namens de heilige Georgius Ridderorde te Visegrad. De Ridderorde werd in 1326 door Karl Robert en 50 ridders gesticht. De orde was de eerste koninklijke orde ter wereld. De orde bestond in de middeleeuwen. In 1990 werd de orde weer gesticht. Op dit moment heeft de orde 100 leden. Ze zijn bezig op drie verschillende gebieden wetenschappelijk, karitatief die tradities bewaren. U bent de gasten van de ridders die de gevechten volgens de oude tradities demonstreren. We beginnen meteen de voorstelling. We wensen u veel plezier. Köszönjük szépen, spasiba, dank u wel! Kedves hölgyeim és uraim, már is kezdjük a bemutatót, de ehhez még szükségünk lesz egy királyra és egy királynéra is. És először egy királyt keresnénk. Перед началом презентации рыцарского турнира выбираем короля и королеву. Кто желает стать королем? So first of all, we'll need a king in order to start a tournament. We need a volunteer who feels like being the king for today. Tehát lenne egy önkéntes királyunk, jó lenne, hogyha esetleg találnánk olyat, aki vállalná önként, aztán ha nem így, akkor jön az erőszak. Egy picit idősebb királyt keresnénk, mert a kalásnak rá kell majd mennie. Itt az úriember, mintha önként jelentkezni. Sir, I saw you volunteering. Кто желает стать королевой? És akkor már csak egy királynéra van a szükségünk. We also need a queen. Dáma naša. No, ki az, aki esetleg ezt hadd lássa? Önként állani egyelőre senki, ez nagyon szomorú, hiszen valahogy el kell adnunk az urat gyorsan. Fiatal királynak találjuk. Вы желаете вот здесь, да? Вы так смотрите, улыбаетесь, да? Будете желать, спускайтесь тогда к нам. Ну, а еще синтея юнкета шикарю тайну кэра фэлэдата уляком. Нагерю на яркасика хэдь. Пинкера зэгэ ташка, нафтэвэгэ шокмарад. И очки будьте добры оставьте, а то там будет у вас корона. Közben azért megkérdezzük a királyt, hogy egyébként megházasodott-e már, vagy ez lesz az első esküvője egy gyorsan is. Your Majesty, I have a question to you. Have you ever been married? Yes. Yes? That might be a problem. No, no problem. Sure. Sure, no, but I think it's the best. Okay, alright, very good, very good. Is that your wife up there? What? Azt mondja, hogy királyunk, hogy egyébként megházasodott már, és mintha most jött volna egyik a felesége is. Nem tudom. Nem tudod. Okay, very good, very good. Azt mondja, nem tudom. Úgyhogy akkor gond nem lehet ebből. Királyunkat mindjárt megkoronázzuk, és akkor
ráítjuk a királyunk mellé. You're going to dress up the queen as well, and he's going to stand next to the king. Король у нас уже женат, но он сказал, что он даже забыл, что его жена здесь присутствует, поэтому ничего, и королева одолжит на час, да, одолжите. Tökéletes. Kedves hölgyeim és uraim, kérem, köszöntsék szeretettel a király és a királyné, the corning and the king and a queen of Visegrád. Priesen kerelej kerelejából. És akkor megkérjük a királyt, hogy legyen kedves körbe kísérni. Királynéjét az alattvalók előtt, majd pedig vigye őt a trón székhez. You also speak Russian, good. Very good. No, but you should start learning. I want to know what her name was. Okay. Okay. Yeah, all right. Nice. Nice. I'd like to ask you now, Your Majesty, to escort your queen around in front of your subjects, take her around, and then, finally, take her to the throne chair, please. Король проводит королеву в трон. Hát akkor királyi párok helyet is foglalt, és akkor megkérdezzük majd kedves királyunktól, hogy ki az, akit esetleg ki tudna választani lelátónkról büntetés céljából. И сейчас мы спросим у короля, кого он сегодня желает наказать из зрителей, из гостей. Your Majesty, you need to make a decision now. You need to tell me who is the person who you would like to see to be punished today. You see the guys up there? They want to be punished. You see them? The man. Azt mondja, hogy akkor a fiatal ember narancsárga pólóba, akkor gyere le, légy szíves, hogyha már így önként vállaltad. Дети сами пожелали быть наказанными, поэтому спускается парень, становится на колени перед королем и просит пощады у короля. Jó. Megkérdezik a királyt, hogy milyen hosszú legyen a büntetés. What should be the duration of the punishment? 5 minutes, 10, lifetime? Okay, 5 maximum. The end of a long life. Okay. I think the punishment when you sit here. Yeah? No, that's minimum is 5 minutes, believe me. He needs to, yes. Királyunk nem akarja kiszabni a büntetést, azt mondja 2 óra. Jó, rendben, hát akkor megegyeztünk. Legyél kedves felállni. Занимает парень значит, с гвоздями, занимает, ну, на 2 часа или на 5 минут, а уже потом король решит. Na, hát akkor szöges székünkben helyet foglalt fiatal barátunk. Jó, egy rövid 2 óráig élvezni fogod Visegrádi vendégszeretetet, úgyhogy szerintem jó lesz. Aztán szükségünk lesz még egy valakire, akinek a legjobb a humora itt a csapatban, és várjuk a fiatalok jelentkezését ebben az esetben is. We need someone with a great sense of humor. Ki legyen az? Kit javasoltok? Mi ismi kalakala se jóval, egy toborazlikára szereljel, hogy kereljel. Jó, Bence. Jó, Bence, jó, de ott szükségek, nem zene már, ne szabadom, ne paduskén. Na, Bence itt fog helyet foglalni a király lába előtt, és a szit. Ezt a sapkát ezt így elvenni, nagyon jó, nagyon kedves. És akkor most már csak őrfelségét szeretnénk megkérni, hogy legyen olyan kedves, és nyissa meg a mai lovagi torna bemutatót. És сейчас король открывает рыцарский турнир. Your Majesty, I'd like to ask you to officially open the tournament for today. Holland is fine. Ik zie dat er hier heel veel mensen vanmiddag hier naartoe zijn gekomen om te kijken naar dit spektakel waar verschrikkelijk veel gruwelijke dingen gebeuren, vooral met hele kleine kinderen. Dat zijn wij in Holland niet gewend, maar hier
moet ik als koning natuurlijk wel eens tegemoet komen aan deze vreemde situatie die ze hier plaatsen. Deze jokie die hier zit, zou ze zelf willen zeggen, wilt u de dag vriendelijk over. Dit is voor mij verschrikkelijk moeilijk, maar toch, ik wens u een hele prettige, gezellige en een fijne dag. Is dat oké? Köszönjük szépen, kívánjuk! Nagyon szép szavakkal megnyitott a Lovagitornát! Jó szórakozást kívánunk! Приятного развлечения, король открыл рыцарский турнир! Köszönjük szépen! Danke vel! Спасибо!